tisztelt államtitkár úr, hogyan kívánják segíteni a mobil internet elterjedését? Miért nem a tehetséges magyar fiatalokat, közép- vagy felsőoktatásbeli hallgatókat támogatják ingyenes számítógépekkel? Miért nincs felelős az elmúlt évtizedek honvédségét érintő megkárosításának? Ki a felelős az ex-NDK-s 20 darab helikopter roncsokká változtatásában? Németh Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselője. ...2007-ben lépett be a pártba, az egyetem alatt tapasztalta meg azt a végtelen korrupciót, ami az élet legkisebb szektorára is leszivárog. Azt mondja, az utolsó lökést a 2006-os események adták meg. Milyen jogon citálunk, milyen legitimitással citálunk ide különböző példákat egymás elé, miközben egy olyan alapvető emberi jogot nem tartunk tiszteletben, mint például a magánszférához való jog, ugyanis egy nyár óta Edward Snowdennek köszönhetően kiderült, hogy az Egyesült Államok milyen tömeges lehallgatásokat végez az interneten keresztül, Európai Uniós állampolgárokkal szemben is. Külügyi területen dolgozom, leginkább biztonságpolitikai aspektusokból nézve. Ezen belül próbáljuk, hogy a Külügyi Bizottságban Gyöngyösi Márton képviselőtársammal, Van a Gábor képviselőtársammal és elnökünkkel itt a nemzeti érdeket valamiképpen érvényre juttatni. Elsőként én vetettem föl mind a Jobbikon belül, mind a parlamentben, mind a Magyarországon is a lehallgatásoknak a kivizsgálását. 6 éve minden percét átszövi a politika. 2008-ban vezetésével feltámasztották Hanvaiból a pécsi szervezetet, azóta is a városi alapszervezet elnöke, 2010-től pedig a Jobbik parlamenti képviselőjeként dolgozik, de miért pont a Jobbik? Csak a Jobbik volt az, aki 2006-ban is azt mondta, hogy akkor tartsuk most előrehozott választásokat. Annak ellenére, hogy tudtuk, hogy 2006-ban nem került volna be a Jobbik még akkor a parlamentben, de nemzeti érdek az lett volna, hogy az akkori Gyurcsányi érát leváltsuk. A parlamentbe a nemzeti érdekek érvényesítéséért, itthon pedig a pécsiekért dolgozik. Belváros és kertváros a Baranya 1-es, Németh Zsolt választókerülete. Pécset leginkább a közbiztonsággal van gond, tehát pécsi elnök is, országgyűlési képviselőként is nagyon sok ember keres meg, innen kertvárosból főleg, de messzest is említhetném, Fehérhegyet, Uránvárost, sőt most már a mecsek oldali részeket is, ahol megkeresnek betörésekkel, vagyon elleni bűncselekményekkel, vagy éppen ember elleni bűncselekményekkel is. A munkahelyek hiánya Pécsnek egy nagy hátránya, és az elszomorító, amikor látom, hogy más helyeken pedig sikeresen végzik ezt. Egy kiút van, mondja a politikus, az, amerre ők tartanak, és ezen az úton a magyar emberek érdeke mindenek felett az első helyen áll. Próbálunk építeni egy szebb jövőt, teljesen mindegy, hogy én miképpen vagy milyen helyszínen dolgozom, az a lényeg, hogy a nemzet előre jusson.